Elindítottam a felvételt, és nagyon remélem, hogy nem is kell vágnom belőle majd. Mert ez így nagyon jól fogja szemléltetni azt, hogy mi volt a legnagyobb problémám, általában is a legnagyobb, de az egyik problémám azzal kapcsolatban, amit így az elmúlt években tapasztaltam ezzel a YouTube csatornával kapcsolatban. Gondolom a címből leesik, hogy most már bejelentjük az elkerülhetetlent, hogy ez az utolsó videó. És amit látjátok, kicsit másabb a kép is, mert már a kamerámat is eladtam, szóval ezt mobillal veszem fel, beépített mikrofonnal, semmi flancolás az egészben nincsen. És nem is szeretnék vágni, hanem így egy az egybe ezt a felvételt feldobni YouTube-ra, éppen ezért a témákat is inkább csak egy cetlire felírtam magamnak. Amit biztos, hogy le szeretnék szögezni, az, hogy nekem iszonyatosan sok dolgot adott ez a YouTube csatorna. Amikor elkezdtem ezt az egészet, az elsődleges célom az volt, hogy megtanuljak egy kicsit kommunikálni, kicsit bátrabban tudjak beszélni. Azt hiszem, hogy erről már meséltem, vagy legalábbis Instagramon egy ilyen kérdezfelelekben elmondtam, hogy elsődlegesen a célom az volt, hogy én voltam az a srác, aki nem tud a boltban megszólalni, amikor oda mennek hozzá, hogy segíthetnek-e, akkor inkább elszalad. Na hát, ezt nagyon erőteljesen leküzdöttem, és lehet, hogy egy kicsit már át is estem a lónak a túloldalára, egy kicsit túl barátságos és közvetlen lettem. Ezen kívül pedig baromi sok tudást adott. Rengeteg olyan dolog volt, amiben úgy gondoltam, hogy szeretnék beszélni róla, viszont nincsen elég mély tudásom, és ezért ezeknek utána néztem. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy csináljon vlogokat, vagy blogot, vagy bármi ilyesmit, mert a saját tudását is nagyon erőteljesen fejleszti. Olyan dolgokról olvastam, és olyan mélységekbe mentem egy-egy témával kapcsolatban, amit nem is gondoltam volna. A legfontosabb dolog pedig, amit adott ez a YouTube csatorna, azok pedig az emberek voltak, hogy baromi sok tehetséges és elhivatott dizájnerrel, grafikussal találkoztam. Többükkel együtt is dolgoztam, volna olyan, akivel, nem tudom, baráti, már-már baráti, haveri szinten lettünk egymással. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, úgy gondolom, hogy az emberi kapcsolatokat is sikerült építenem. Meg természetesen ugyebár néhány melót is hozott. Azt azért szögezzük le, hogy az én csatornám az nektek, fiatal dizájnereknek szólt, fiatal grafikusoknak, éppen ezért ügyfélbeszívó ereje azért nem nagy volt. Tehát, hogy egy kezemen meg tudnám számolni azt, hogy hány ügyfél van, aki a YouTube csatornámon keresztül jutott el hozzám. És egyébként ezzel nagyon haladok, nem? Már 3 perce beszélek, és mindjárt véget ér a videó. Szóval, és itt rá is fordulhatunk arra a dologra, hogy miért van az, hogy ezt nem szeretném tovább csinálni. Elsődlegesen azért, mert amennyi energiát elvisz egy YouTube csatorna azzal, hogy beállítsd a fényeket, megírd a scriptet, utána jeleneteket felvedd, utána azokat összevágd, és így tovább. Szóval egy videónak az elkészítése, az simán benne van 2-3 napba is. És persze meg lehetne csinálni, gondolom, kevesebb időből is, csak nekem meg van egy ilyen maximalizmusom, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amit viszont soha nem tudok kiszolgálni, mert nem értek olyan jól a videóvágáshoz, a hangmaszteréléshez, meg úgy az egészhez, ami szükséges egy YouTube csatornához, éppen ezért soha nem voltam elégedett. Hú, most kicsit összegyúrtam az összeset egyben. Szóval először is nagyon időigényes volt az idő, amit én belevittem ebbe, az nem tudott megtérülni. Egy ilyen kis országban, egy ilyen kis szektor felé, vagy egy ilyen kis érdeklődési kör felé, ez nem tudott soha megtérülni, sem pénzben egyáltalán nem, de nem is ez a lényeg, hanem befektetett energiában és visszakapott boldogságban. Talán így tudnám megfogalmazni a legjobban. És igen, az volt a problémám, hogy nem értek eléggé hozzá. Sokkal filmesebb és sokkal mozgóképesebb YouTube csatornát szerettem volna. Hogyha megnézitek például a türelmetlen videómat, az egy olyan irány volt, viszont abban is annyi munka volt, és utána pedig nem volt egyszerűen ötletem erre. Az én agyam nem tud mozgóképpel működni, nem tudok olyan jeleneteket, olyan átvezetéseket és így kitalálni. És emiatt,
Emiatt nem is vagyok elégedett vele. Ami nagyon nagy probléma, mert ez a legfőbb probléma igazából, hogy frusztrálta az, ahogy kinéz az egész YouTube csatornám, kinéznek a videók, a zene milyen alatta, és így tovább. Azt éreztem, hogy ha beleölnék még négyszer ennyi időt, még akkor se lenne elég jó ahhoz, amit én elvárok magamtól. És ez nagyon frusztrált tett, és még frusztrált az is, hogy ugyebár mindenki azt mondja, hogy hát hetente ki kell rakni egy videót, meg hogy kell valami rendszert belevinni, és így tovább, és én nem igazán akartam ezt. Tehát, hogy én nem vagyok az az ember, aki így folyamatosan ki tud rakni valamit. Én nem vagyok egy ilyen nagyon social médiás arc, az a helyzet. Mondja a srác, akinek van egy YouTube csatornája. Vagy volt. Szóval én inkább azt tudom csinálni, hogy van egy projektem, azon 2 hétig dolgozok, és utána elfelejtem. Tehát, hogy én ez az ember vagyok, és próbálkoztam is, nem tudom, ezzel a mentalitással csinálni, de egyszerűen nem működőképes. Van még grafika és média ötletem, ami nagyobb projekt. A műsor jellegű projekt, és azokat szeretném is én megcsinálni, viszont az nem egy állandó tartalom lesz így a csatornán, csak az sem biztos, hogy ide lesz majd feltöltve. És ami még fontos probléma, az, hogy elfogyott a témám. Hogy csináltam, lehet, hogy találkoztatok vele, remélem, hogy találkoztatok vele, csináltam 2 videós kurzust Udemyre, a UI és webdesignról, illetve arculattervezésről. És olyan szinten mindent elmondtam azokban, hogy már nem tudok miről beszélni. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt leültem megírni egy új videónak a szkriptjét. És ahogy írtam, a fél óra elteltével olyan ismerősek voltak a szavak. Visszanéztem a videókat, és kiderült, hogy erről már csináltam. Erről már csináltam videót, és nem emlékeztem rá. Szóval, ja, nem tudok már egyszerűen olyan dolgot elmondani, ami úgy érzem, hogy fontos lenne, és kellene hozzá egy egész YouTube csatorna, hogy ezt elmondjam az embereknek. Viszont, ami így a végén nagyon, nagyon bejött, az a podcastezés. Azt iszonyatosan élvezem. És nem véletlen, mivel hogy az tényleg abban nincsen. Tudom, egy rendes podcastben egyébként van vágás, meg van maszterelés, de én nagyon élvezem azt, hogy beülök oda, előzetesen dolgozok vele, nem tudom, körülbelül 1/2 órát, még megírom a kérdéseket, meg úgy a bázát a műsornak, és utána pedig beülünk oda a vendégemmel, és egy órán keresztül csak beszélgetünk egymással. Majd azt a 2 hangsávot összevágom, és feltolom Spotify-ra, vagy éppen az összes ilyen podcast megosztóra. És ez az, ami nekem nagyon hiányzott a YouTube-ból is, hogy persze élőzhetnék, meg hasonló dolgok, és azzal is próbálkoztam már, viszont abba is kellene rendszert tenni, és így tovább, viszont saját magamnak meg nem tudok rendszert adni, ezért jó a podcast, mert a podcastben ott van egy másik ember, akivel megbeszéltem valamit jövő hétre, és ő hozzá igazodnom kell. És ez nekem egy hatalmas segítség. Szóval a podcastet azt valószínűleg folytatni fogom még, most, hogy így vége van ennek a pandémiás vírusos időszaknak. Illetve a másik, amit nagyon élvezek még mostanában, az a TikTokozás. És hogyha esetleg megtalált valaki már TikTokon, ott ugyebár kicsit ilyen társadalomkritikusabb és politikai témákat dolgozok fel, mint magánember. És szeretnék most létrehozni egy szakmai TikTokot is, ahol pedig dizájnról és grafikáról beszélek, mert szintén az, amit nagyon szeretek a TikTokban, hogy nincsen szükséged arra, hogy te ilyen filmes nyelvet használj, kimondottan az üzenet van. Szerintem a YouTube-ra az való, aki tud mozgóképekben kommunikálni. Én pedig nem vagyok ilyen. Én a szavaimmal szerettem volna mindig kommunikálni, és erre teljesen felesleges egy YouTube csatornát felhúzni. Tehát, hogy igazából az, amit én csináltam, azt egy blogban is megcsinálhattam volna. Viszont TikTokon tényleg csak az üzenet van. Teljesen mindegy, hogy milyen a képminőség, milyen a vágás, milyen a green screenelés, tehát az aztán teljesen mindegy, hanem maga az üzenetet át tud adni. És szeretném
ezt a dolgot, azt TikTokon még folytatni. Belinkelem majd, megcsinálom a csatornát, és belinkelem ide a videó alá. És ott igazából szerintem a TikTok lesz az, ami ahol a leginkább megtalálható vagyok. Instagramon is már inkább csak a saját cuccaimat meg a kutyámat osztom meg. Facebookon nagyon ritkán vagyok fent, mint mondtam, nem vagyok valami hű, de nagy social arc. Szóval igen, TikTokon valószínűleg fogtok találkozni velem. Van még valami témánk, amiről beszélni kéne? Szóval... Hát ennyi. Tényleg nagyon szépen köszönök minden megtekintést, meg minden feliratkozást. Meg sem néztem, hogy mennyinél, hát mennyi feliratkozásnál marad vajon abban ez az egész. Ja, szóval köszönöm szépen akkor ezt a 6000 feliratkozót. Hogyha úgy érzitek, hogy úgysem, de egy ilyen elköszönő videóban nagyon nem szeretnék promózni, de tényleg, hogy ma... Hogyha úgy érzitek, hogy nem tudtatok eleget, akkor ott vannak a Udemy-s kurzusaim, azok is be lesznek linkelve a videó alá. Most, hogy így vége van, rájuk rakok egy 50%-os kedvezményt is. A Udemy sajnos nem enged nagyobbat, tehát hogy én szívesen dobnék rá egy 90%-osat, vagy bármi ilyesmi, de nem. Azt mondják, hogy ilyet nem lehet. Visszatekerve, szóval tényleg köszönöm szépen a feliratkozásokat, az összes kommentet, azokat az üzeneteket, meg Instagramon is a kommenteket és minden ilyesmit, amit ez alatt a négy év alatt kaptam. Ez egy nagyon izgalmas utazás volt számomra. És tényleg, kösz szépen! Sziasztok!